belépés csak védettségi igazolvánnyal, Küri matematika verseny, Sarkadi Dóra Jázmin sorra nyeri a versenyeket, megnőtt a foglalás a pünkösdi hétvégére. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 18-án 18 óra 5 perckor. Részlegesen megnyitott május 8-án az Akácliget gyógy- és strandfürdő. A részletekről Andrássy Istvánt, a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatóját kérdeztük. Mivel a jogszabályok lehetővé tették, hogy a fürdőben vendégeket fogadhassanak, május 8-án megnyitott a fürdő. A polgármester hivatallal egyeztetve arra döntöttünk, hogy részlegesen nyitunk meg, ami azt jelenti, hogy május 8-án csak a gyógy 1-2-3-as medence nyílt meg, ami a gyógyvíz kedvelők tudnak igénybe venni, illetve május 15-én megnyitottuk akkor az úszodateret, ahol a úszodát, tanúszodát és a kétterű melegvizes medencét is igénybe lehet venni. A következő fázis az tulajdonképpen május 22-e, amikor a gyermekmedencét is igénybe vettük majd a gyerekek, illetve ezután kerül sor még a élménymedencének a beüzemelésére. Itt erre most határidőt még nem mondok, de június első heteiben nyitjuk meg, mert még annak vannak olyan szerkezeti hibái, amit még most tudunk majd kijavítani. Már a szálláshelyek is teljes üzemben működnek, már vannak foglalások augusztusra is. Májusra nincs teltházunk, de a június, július, augusztus az már szinte teltházas. Itt azért tudni kell, hogy a belépés a fürdő területére és a kemping területére is védettségi igazolvánnyal történhet, személyigazolvánnyal együtt. Na most ez egy kicsit azért beszabályozza azt, hogy most kik tudják látogatni, tehát például a szálláshelyen azért, hogyha egy családban valakinek nincs, meg egy családostól jönnek, azért vannak visszamondások is a szálláshely ezen okok miatt. Árváltozás nem történt, illetve a tavaly a járvány miatt kiesett időt a bérleteseknek beszámolták erre az évre, így 2022. január 15-ig az összes bérlet felhasználható. Árváltozás nem történt, illetve a tavaly kiesett Covid járvány miatti időt, azt beszámoltuk erre az évre, amely tulajdonképpen kiadja ezt a fél évet, amit most tulajdonképpen nyitva leszünk. Itt január 15-ig az összes bérletünk, aki továbbra is felhasználható. Természetesen, akiknek nem volt eddig bérletük, azt részarányosan megállapítottunk egy árat, hogy azért, aki bérletet akar váltani még erre az évre, az is meg tudja váltani. Lesz lehetőség úszásoktatásra is, ott is védettségi igazolvány kell a 18 éven felüli személyeknek. Természetesen a úszás az mehet tovább, itt ott is védettségi igazolvány kell egy 18 éven felüli személynek, aki edző vagy kísérő személy, és akkor úgy látogathatják a úszodatérnek a medencéit. A programokkal egyelőre kivárnak, még érvényben van az erre vonatkozó korlátozás. Nyitás óta elsősorban az idősebb korosztály volt a legtöbb vendég, de voltak azért fiatalok is. Elsősorban azt mondom, hogy tehát az idősebb korosztály volt a legtöbb, hát hiszen a gyógyvíznek a hatásait ők veszik legjobban igénybe, ettől függetlenül volt egy-két fiatal is. Létszámba összehasonlítást nem tudok mondani az előző évekre, hiszen ez részleges megnyitás, tehát csak a három gyógymedence, tehát eddig azért nem volt ilyen a fürdő életében, hogy csak részlegesen indulunk meg, hanem akkor a teljes üzemmel, tehát ez a kettőt így nem érdemes összehasonlítani. A gyógykezeléseknél változás annyiban, hogy már medencefürdőt is írhatnak azok részére, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, a többi kezelés úgy megy, ahogy eddig is volt. Változás annyi van, hogy a gyógykezeléseket, amit kiírnak a gyógyászaton, most már medencefürdőt is írhatnak ide csak azok részére, akik védettségi kártyával, igazolvánnyal rendelkeznek, mert csak azzal lehet átjönni a fürdő területére. Amúgy ugyanaz a rend megy, ahogy eddig is volt, tehát január 1-től azért ugyanúgy nyitva van, a rendelési, a szakrendelésünk is megvan, meg a különféle balneológiai kezelések is. Egy nagyon szép környezet fogadja a fürdőzőket. A zárás időtartalma alatt elvégeztek több olyan jellegű munkát, amit nem tudtak volna megtenni, ha folyamatosan nyitva van a fürdő, csak leállással.
Hát a zárási időtartam alatt voltak olyan jellegű dolgok, amit az eddigi évek alapján, vagy eddigi években nem tudtunk megtenni, hisz belegondol bárki, hogy itt azért január 1-től december 30-ig folyamatosan nyitva van a fürdő reggel 6-tól este 20 óráig, de most olyan jellegű munkákat is el tudtunk végezni, amely nem kell külön lezárni akár épületet vagy létesítményt, itt gondolok itt a belső festésekre, vezetékkiváltásokra, szűrőtartály, tehát a technológiai háttérnek olyan javítási munkáira, hogyha az menet közben kellett volna leállni, akkor az ő hosszabb időre kiesett volna működő medencéink. A nyáron a Gyógyhármas medencét pár napra lezárják, de csak azért, mert egy pályázat keretén belül új családi csúszda kerül oda felszerelésre. A karcagi Nagykun Református Általános Iskolában Sósné Balajti Gabriella tanítónő munkaközösségvezetővel beszélgettünk a Küri Országos Matematika Versenyről és a tehetséggondozásról. Mint elhangzott, az iskolában kiemelt terület a matematika oktatás. Több éve különböző tehetségcsoportokat működtetnek, amelyek célja a tehetségek megtalálása és a velük való különfoglalkozás heti egy alkalommal. Kiemelt terület a matematika, több éve különböző tehetségcsoportokban működünk. Ennek egyik nagy célja a matematikai tehetségek felkeresése, megtalálása, és ezekkel külön foglalkozunk. Hetente egy alkalommal kerül sor, különböző versenyekre készülünk, és így próbáljuk a gyerekeket versenyekre felkészíteni, és különböző plusz feladatokat adni neki, olyan feladatokat, amik órán nyilván nincsenek. Ezek több lett. Az online versenyre szeptemberben normál módon kezdtek készülni, hétfőnként 6. órában foglalkoztak a versenyfeladatokkal. Szeptemberben ugyanúgy kezdtük, ahogy eddig, heti egy órában, hétfő 6. órában ültünk le, és foglalkoztunk versenyfeladatokkal. Hát az online tanítás során, ez megmondom őszintén, egy kicsit elmaradt, hiszen nem ez volt a legfontosabb feladat, hanem az órai tananyagot leadni. De nyilván ezeknek a tanulóknak próbáltunk mindig egy kicsit pluszt adni, hogy ne maradjanak el. A Curry matematika versenyre a tanítónő 6 gyereket készített fel, és ők képviselték ezt a korosztályt, és hozták el a legjobb helyezéseket. Legutóbb a Curry matematika versenyen vettünk részt, én 6 gyereket készítettem föl. Tulajdonképpen könnyű helyzetünk volt, mert erről a területről, csak a mi iskolánkról mentünk, mi 6-an képviseltük ezt a korosztályt, és mi hoztuk el tulajdonképpen az első 6 helyezést, és én nagyon büszke vagyok ezekre a tanulókra, akikkel már második éve foglalkozom. Az előbb említett gyerekeket nem nehéz a matematika iránt motiválni, mert nagyon szeretik a tárgyat és kedvel csinálják. Ezeket a gyerekeket, megmondom őszintén, nem nehéz motiválni, mert nagyon szeretik a matematikát és kedvel csinálják. Ha netán el kell halasztanunk egy-egy órát, akkor rögtön mondják, hogy ezt mikor fogjuk bepótolni, tehát ők szeretik és kedvel csinálják. Keserű Marcell, 4. osztályos tanuló szerint a matematika verseny annyira nem volt nehéz, csak néhol a szöveg volt furán megfogalmazva. Nem volt annyira nehéz, voltak benne könnyű feladatok, de pár feladatban megakadtunk. Az egész csapat. Mert esetleg annyira bonyolult volt, vagy nehéz volt? Hát nem volt annyira bonyolult, csak a szöveg volt furán megfogalmazva. Tehát nem volt egyértelmű? Igen. És egyébként a matematikában melyik rész tetszik neked? Hát ugye az egész. A szorzások, osztások, azokat is szeretem nagyon, az egészet. És mennyit készültél a versenyre? Hát a tanítónéni adott mindig feladatokat, és azokat meg szoktuk oldani ott egyedül, otthon vagy együtt itt az iskolában. És amikor beadtad a feladatokat, akkor mit éreztél, hogy sikerült? Hát valamint úgy éreztem, hogy ez most nem sikerült olyan jól, hanem itt meg úgy éreztem, hogy ez most jó lett. És ez a megyei eredmény, ez most ösztönöz téged arra, hogy legközelebb még jobb legyél? Igen. Igyekszem majd még jobban. A matek mellett mesemondó versenyre is megy, és várja az úszóversenyeket is. Mesemondó verseny, és hogyha a koronavírusnak vége lesz, akkor ugye kinyitnak az úszodák, és akkor úszóversenyek is.
a tanulási idejét beosztja. Megvan egy határidő, addigra mindig kész lesz vele, és néha szorgalmi feladatot is csinál. Ezeket a feladatlapokat, meg a matek feladatházikat meg szoktam csinálni, amikor hazaérek, és ezeket a feladatlapokat beosztom, és ugye megvan egy határidő, és addigra mindig kész lesz, legalábbis általában. A szép szerepléseinek szülei is örülnek. Úgy indul el egy versenyen, hogy bármilyen is lehet az eredmény, az a fontos, hogy részt vett rajta. Balog Roland negyedik A-osztályos tanulónak sem volt nagyon nehéz a verseny, melyre az órai készülés mellett otthon is gyakorolt. Neki a szorzás, osztás a kedvenc feladat típusa. Nekem nem volt nagyon nehéz. Néha egy kicsit megakadtam, de a szüleim segítettek. És hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? Hát órán is gyakorlunk, meg hatodik órában, meg otthon is szoktunk. És melyik része tetszik neked a matematikának? Nekem a szorzás, meg az osztás. A matek mellett a rajzot és az olvasást is kedveli. Történelmi személyekről olvas. Most nem nagyon szoktam, olvasásból szoktam ilyen történelmi személyekről. Miért pont ilyeneket? Szeretem őket. És mondjuk ki az, akinek már olvastad az életét, és úgy megfogod benne valami? Mátyás királynak az élete. A matematika versenyen tavaly is szerepelt, de az idei a jobbik eredménye. A versenyzéstől rutinosabb, ügyesebb, precízebb lett. Sarkai Dóra Jázmin, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosa, igazi kis tehetség, aki már első nap nagy örömmel jött az iskolába, ahol azóta sorra nyeri a versenyeket is. A kis tehetség egyrészt a leendő barátok miatt, másrészt azért várta az iskolát, hogy tanulhasson. Azért vártam, hogy sok új barátot lelhessek meg, és hogy minél több tudomány fedezzek fel, hogy mit lehet megtanulni egy igazi iskolában. Melyek a kedvenc tantárgyaid? A nyelvtan, a környezetismeret, az énekzene, a magyar irodalomolvasás, a matematika, a rajzóra és a technikaóra meg a testnevelés. Az elmúlt két év alatt három versenyen indult. Népdaléneklő versenyen, mesemondó versenyen és harmadsebb versenyen indultam nyelvtan helyes írás tantárgyból. Azt gondolom, hogy a nyelvtan az a tantárgy, amit nem nagyon szeretnek sokan. Te miért szereted? Azért, mert nagyon szeretem a helyesírást. Mesemondóként olyan szöveget választ, amit nem nagyon ismert. Most egy kis buta oroszlánkölyökről mesélt a versenyen. Én egy olyan szöveget választottam, ami nem nagyon ismert országszerte. Én egy kis buta oroszlánkölyökről választottam egy mesét, történetet, és azt mondtam fel. Akkor ezek szerint az állatokat is szereted? Én nagyon-nagyon szeretem az állatokat, még otthon is van nekünk egy. Mitek van otthon? Egy nagy kutyánk, francia bulldog. Bátyára számíthat, ha itthon van. Az anyjával az online oktatás alatt otthon sokat tanult, gyakorolt a versenyekre is, és tanító nénie, Szabó Edit is segítette a felkészülést. Ő csak most néhány szó szokott átjönni, mivel Debrecenben tanul egyetemen, szóval csak néhány szó meglátogat, de... Anyával sokat tanultatok, amíg nem voltatok a suliban? Hát nagyon sokat gyakoroltunk szerintem, én úgy gondolom. Mindig csinált szorgalmi feladatokat is, de szobáját ő rendben rakta, és segít a főzésben is. Maradék leckét megcsináltam, szorgalmi feladatokat is csináltam meg, és utána lementem, összepakoltam a szobámba, és akkor pedig néztem a tévét. Akkor ez nagyon rendszerető kislány vagy. Anyának is szoktál segíteni? Szoktam segíteni a főzésben, dolgozatjavításban, számolásban. Mit főztél már önállóan? Hát önállóan még nem főztem úgy mondva, hanem csináltam már ilyen szendvicset estére, mozzarellát, tehát vacsorát. Nagyon-nagyon szeretne egyszer tudós lenni, vagy ilyen felfedezős a csillagászat területén, fogalmazta meg terveit a kis tehetség. A vidéki szállodákban 70-80% közötti foglaltság várható pünköstkor az előfoglalások adatai alapján. Folyamatosan van érdeklődés, foglalnak is a vendégek, teltház azonban nem lesz. A háromnapos hétvégéig még hátralévő pár nap alatt ez nem fog változni jelentősen, bár bíznak abban, hogy még többen terveznek utazást.
Sokakat visszatart, hogy bár az oltást megkapták, még nem rendelkeznek védettségigazolvánnyal, ami szükséges a szállodai tartózkodáshoz. A teljes májusi hónapban átlagosan 28-38% közötti kihasználtsággal üzemelnek a magyarországi szállodák. A nyári hónapok közül júniusra eddig 30%-os az előfoglalások aránya, július-augusztusra is van érdeklődés. A külföldi turistákkal még nem számolhatnak, közben a külföldi piacok fokozatosan nyílnak meg a magyarok előtt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!